Üdvözlök mindenkit, rokim vagyok. Srácok, amióta megvettem a PS4-et, így még a PS5 hajnalán is, azt kell mondjam, nem bántam meg. Egy hatalmas különbséget látok a konzol és a PC a játék minőség között, de itt is kiavítanám magam inkább a PS és a PC az Xboxról annyira nem tudok nyilatkozni, de ha tekintve azt nézem, hogy a Gears of War 5, ami egy nekem teljesen megfelelő és tökéletes játékélményt nyújtott, akkor mondhatni azt, hogy a konzol és a PC között egy hatalmas különbséget vélek felfedezni, játék igényesség között. És tömegével jönnek ki a játékot manapság, úgyhogy igazán nehéz ilyen kisebb gyöngyöket találni, még a tripla A kategóriás játékban is, és azt hiszem, hogy ezzel egyet érthettek velem, mert tényleg egyre nehezebb egy jó játékot találni. És íme adott nekünk a Ghost of Tsushima. A PS4 a végét járja most már, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Ghost of Tsushima egy tökéletes végjáték a PS4-es érának jöhet a ps 5 Mindenről fogunk beszélni ebben a videóban, úgyhogy maradj velem, ha érdekes történeteket akarsz hallani továbbá egy objektív, Lehetős lehetőleg objektív játékkritikát egy olyan valakitől, aki szereti a japán kultúrát, szereti az animékat, ha ma itt vagyunk, és kihangsúlyozom, vagy az animékat, mert hogy vissza fogunk következtetni a játékra e e ebből a szempontból. Amúgy Fandalak plegyka szinten megy, hogy ugye, mert a képzettek el, le van tiltva a játéknak az ért értékelése, legalábbis le volt tiltva két napon keresztül. És a készítők odaérték, hogy töltsen legalább némi időt a játékkal, mielőtt e, kritizálnád. Szóval azóta természetesen a játék a felhasználói értékelések alapján 9 5 áll, ami egészen fantasztikus egy játéknak, hogy őszinte legyek. És ki is alakult a nagy harc a Last of Us 2 és a Ghost of Tsushima rajongó tábor között, úgyhogy a... A Last of Us 2-nek a nagyon mérges rajongó tábora elkezdte negatívan értékelni a Ghost of Tsushima tábort, mert hogy a Ghost of Tsushima tábort beszólt a Last of Us 2 tábornak, de látjátok, így kell egy jó játékot készíteni. De, ahogy az egyik kollégám mondta volna nemrég, mikor játszott hogy a Last of 2-vel, és megkérdeztem neki mi a véleménye róla, ő azt mondta, hogy fantasztikus játék, és hogy annyira érdekes, ugye, hogy a mai játékokban, főleg ugye az Amerikából nyugatról jövő játékokban minden fekete-fehér, tehát a jó fiú megkapja a bosszúját, a rossz fiú meghal, és ő minden fekete-fehér, és a Last of Us 2 egyáltalán nem fekete-fehér, és nagyon tökéletesen nyélbeütött ezzel az ez egy mondattal az, hogy milyen a Last of Us 2. Na de azért érdekes nézni a két harcot a, ugye az elmúlt idők két nagyobb játékáról. Ugyanakkor a Ghost of Tsushima, hogyha e, igényességet veszünk figyelembe, alul marad a Last of Us 2-nek. Ugyanakkor, hogyha művészi teljesítményt veszünk figyelembe, e, sok helyen e, felülmúlja a Last of 2-t, ugyanis a játék elképzelése nagyon-nagyon gyönyörű lett, e, gyönyörűre sikeredett. Na most, na most, mire gondolok a gyönyörű alatt? Oké, okay ez a játék pontosan olyan, ahogy te, kis nyugat-európai magyar gyerek, vagy kelet-európai, közép közép-európai, szerezd, ahogy a nyugat elképzeli Japánt. Ez a mesés hely, Uh, ahol a szamurájok becsületből vannak, és, és gyönyörű tájakon mész keresztül. Mindenki ezt akarja Japántól. Mindenki ezt látta minden filmben. Uh, és, mi, és ez Japán számunkra. A Ghost of Tsushima látszik, hogy nyugatiak csinálták. Olyan nyugatiak, akik uh, keleti kultúrán nőttek fel, nyélbeüti az a, a valóra vált álmodat Japánról. Ugyanakkor, aki dokumentumokat néz Japánról, az teljes mértékben láthatja, hogy ez mára már nem teljesen így van, és nem hullanak a levelek minden sarokból. Szóval, hogyha szeretnéd tudni, hogy mire gondolok itt a megvalóra vált álom Japán című dologra, szeretnék neked ajánlani két filmet. Mind a két film nyélbeüti. Az egyik a fantasztikumat, amit a szamurájok hordoznak magunkba, a másik pedig, hogy is mondjam, egy, egy kis csipetnyi kultúrát a, a szamuráj kultúrát, és ez. És ez a két film igazából, az egyik az az utolsó szamuráj lenne, Tom Cruise-al, igen, vele, az utolsó szamuráj, aki nem látta, én azt hiszem, hogy ez egy olyan film, amit érdemes megnézni, továbbá um, a harcos útja, The Warriors Way. Ezt ajánlanám nektek, ezt a filmet, epic, epic, Egy szamurájról szól, aki kénytelen um, megszökni a klánja elől, és Amerikába vándorolni, és természetesen megvan a maga fordula, események fordulata, de hogy a harci jelenetek és akció vannak abban a filmben, egyszerűen fantasztikum, szóval, mint a harcos útja, az a cím. Miután kicsodáltad magad, a játék gyönyörűségén természetesen jöhet a történet. Ugye a történet helyződik, és ezzel spoilereken nem fogok előni, hogy mongolok fogják és megtámadják tsushima szigetét. Na most, ez nem egy fikció igazából. Mongolok valóban megtámadták Japánt egy adott időben, csak történelmileg annyira elenyésző a dolog, hogy nem igazán tanulja az ember sehol. De az 1200-as évek végén, vége felé tehető, amikor a mongolok megpróbálták lerohanni Japánt, továbbá annyiból jelentős esetleg ezen történelmi esemény, mert senkinek nem volt annyira jelentős, hogy ez volt az első olyan eset, ahol Kínán kívül is robbanóanyagokat használtak, vagyis puskaport használtak a harcokhoz. De eh, végül az egész kísérlet megbukott Mongolia részéről. Úgyhogy a történet eme eh, helyzetbe helyez téged, vagy, vagy te, mint a főhős, ugyebár, és megpróbáltok megvédeni a mongol támadástól Tsushima-szigetét, elbuktok, te, mint főhős, túléled, a nagybátyát túlélés a mongolok fogságába esik, és természetesen ki kell szabadítani a nagybátyát. Ezzel tényleg semmi spoilert nem lőttem el. Erről szól a történet ennyire um, egyszerű. Viszont az odavezető út a játéknak a szépsége. Néztem Skilápnak az értékelőjét erről a videóról, és azt mondta, hogy a főhősünk ebben a játékban egy nagyon egyszerű személyiséggel rendelkezik. És akkor én így, ez az ember soha nem nézett animéket, és soha nem tanult semmit a szamurájokról, be ennye kilább. Na és bár, hogy azt mondjam, hogy a kevésbé ázsiai kultúra rajongóknak azt kell mondani, hogy Jean, a főszereplőnek a személyisége igen egyszerű nekünk, akik... Szeretjük a japán kultúrát, illetve az animékat. Jin egy, egy standard, konkrétan tökéletes szamuráj figura megtestesítője. A becsület uh, sziklaszirált köve uh, ez a szamuráj, aki segít a népnek, vándorolva, építve a hírnevét, csapatot állítva maga mögé természetesen egy klánból jön, és annak a klánnak is a, a fejese, fejesnek a fia, és aki később ugye átveszi a klánt, és, és teljes mértékben izzig vérig egy um, úriember és japán szamuráj, aki a népért él. A szamuráj szó amúgy, uh, ha jól tudom, azt jelenti, hogy szolgálni a szolgálat alatt pedig ugye magát a császárt értjük, vagy éppen azt az adott urat, akinek szolgált a szamuráj, Hogyha az az adott úr meghalt, vagy kirekeztette azt a szamurájt, ugye azokból lettek a roninok, később a roninokból lettek a nincsák. és onnan fejlődött ki a ninja kultúra, továbbá a, azon fegyverek és kreatív fegyverek, amiket a ninják hoztak be a harcművészetek világába, ugyanis a szamurájuk nagyon tradicionálisak voltak. És azt kell mondjam, hogy ennek a játék karakternek ezeket az elveket adták meg. De ahhoz, hogy sikeresen végrehajtsa a feladatát, át kell egy kicsit változnia a féle szellemé, éké, a féle ninjává. De ez nála, és most itt bonyolítanak szeretném egy kicsit ennek a szamurájnak a személyiségét, hogy lássuk, hogy nem annyira egyszerű, hogy több van mögötte. Szóval ugye a japán kultúra és a szamuráj kultúra, ami a becsületről szól, a szolgálatról szól, arról segítünk a népnek, arról, hogy az ellenfel szemébe nézünk, és megadjuk neki a tiszteletet, amikor leszórjuk Uh, és mind, mind, ezen koncepció benne van a játékba és uh, hozzáadva a fő karakterünknek a személyiségéhez, és későbbiekben, mint hogy ő lesz az utolsó túlélője, hát ez egyik utolsó túlélője ennek a mongoli inváziónak, hogy sikeresen hajtson végre támadásokat, bizonyos technikákhoz és taktikákhoz kell folyamodnia ahhoz, hogy túljusson az ellenfél eszén, ami igencsak... Uh, megkerüli a szamuráj becsület kódexet, és arra kényszeríti a fő karakterünket, hogy mint egy kis tolvaj hátulról szúrja le az ellenfeleket, éké legyen ő maga a Ghost of Tsushima, ki, talán az első ninja. És ezt a játék bizonyos helyeken nagyon jól megvilágítja, tehát a karakterünk ott ébred rá, hogy el kell hagynia az elveivel, amikor először megöli az első e, ellenfelét hátulról, és igazából rákényszerül, hogy ezt megtegye azért, hogy megvédje azt, akivel van, és hogy a saját életét ne kockáztassa a magasabb cél érdekében, amikor annak eljön az ideje, és ez igen mély nyomot hagy e, karakterünkben. Ugyanakkor, ahogy, ahogy járjuk a szigetet, rájövünk, hogy Japán. Nem feltétlenül az a, az a felkelő nap országa, ahol a szamurájok hősies armorban védik meg az országokat. Felkelő nap országa, és ez a felkelő nap bizonyám nagyon sok sötétséget elvakít. Ugyan, és, és a játék nem fél kiemelni, vagyis inkább így megpöcögtetni azt a bizonyos kis csengőt, hogy nem minden volt annyira rózsás abban a, 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 a kultúra mögött, ami arról szól, hogy a külsőségekben tökéletes, megmutatja, hogy belülről is van valami kis rohadás abban a kis japán szigetben. A játékban van szó árulásról, természetesen, ami ugye álljon nincsen, van szó tolvajlásról, természetesen. Öhm, hogy, ahogy haladunk a játékkal, észrevesszük, hogy sokszor, a saját népünk az ellenfél. Ugyanis a játék elején is a mongol hadvezér Kán nagyon ö, jól megfogalmazza, hogy hogyan fogja meghódítani Japán. Lesznek ö, ö, falvak, amelyeket leigáz, és lesznek falvak, amelyeket megvásárol. És efelől nagyon jól kimutatják azt, hogy a japán becsület is csak ember, hogyha fogalmazhatok így, és ez sokszor kijön a játékban, és ez nagyon-nagyon-nagyon jól van így. A játék természetesen tartalmaz egy csomó e, japán folklorikus elemet, mint például a rókák is, és, és nagyon érdekes, mert az ázsiai kultúrában is, és e, ezen belül a japán kultúrában a rókának például nagyon Uh, legendás szerepei voltak. Tehát uh, eleve az, hogy sok volt a róka Japánban valamikor, és közelejtek az emberek, és így aztán a legendák elterjedtek természetesen. Volt ott a boszorkánytól kezdve, csak nem úgy, mint Európában kell elképzelni a boszorkányt, hogy megfelégetik meg minden, hanem igazából valami jónak. Kell elképzelni, hogy egy magasztosabb léleknek is nevezték őket, uh, akkor akik vigyáznak az ősökre, és, és a többi, és a többi. Szóval például ennek ennek egy nagyon jó ötlet volt belerakni azt, hogy köves rókákat a játékba, és cserébe kapsz valamiféle bónuszt. Annak, aki játszik a játékkal, szeretném, kifejezetten szeretném kihangsúlyozni, hogy járjátok be Tsushima szigetét. Menjetek és kalandozzatok, és ne rássoljátok végig a játékot, mert sok érdekességről maradtok le. És itt érnék ki a gameplay metódusra. Azt, azt lehet mondani, hogy hogy találj egy olyan 30 másodperces körforgást a játékodban, amit készítesz, amit a játékosok élvezni fognak csinálni. A Ghost of Tsushima nyílt be üti a harcot. És ezen felül nem áll meg itt. Minden képesség, amit szerzel, és tanulás, amit szerzel, azt tesz erősebbé a játékban. Technikásabb leszel, és nem az lesz, hogy az armorok adják az erőt, vagy az XP adja az erőt, a szint adja az erőt. Nem. A technikák, amiket megtanulsz, az adja az erőt. És ahhoz, hogy technikákat tanulj, némileg kalandvágyónak kell lenned, és körbe kéne járnod Cusima szigetét. Mert ha ezt nem teszed meg, és csak végigmész a játékon, és, és, a játék, és ezért cserébe a játék neked adni fog egy sztorit, és semmi mást és az a story se túl, -on -túl hú, de nagyszerű, oké? Okay? És csak ezen is végigrásolsz, limitált játékot fogsz kapni, és mindazt a gameplay elemet, amit beletettek, nem voltak restek belerakni, mindazt a gameplay elemet arról mind-mind lemaradsz, és a Ghost of Simának ez az veleje, hogy így mondjam. A történet mellett ami úgy a történetet nagyszerűvé teszi a gameplay, és a művésziesség, ami ebben a játékban van, és a gameplay alatt értem a harc művészetet, amit megtanul a karaktered, megtanulhatsz, és néztem volt videót valamikor, hogy két uh, harcművész mester értékeli a Ghost of a harcművészetét, uh, és, és Mindketten ketten voltak, és nagyjából egyet értettek arról, hogy hogyan harcolnának adott dolgokkal. Természetesen a különböző kis apró hibákat észrevették, de alapvetően a kardművészet, ami ebben a játékban van hiteles, és nagyon nagy kár lenne, ha kihagynád ezt a lépést, hogy nem kalandozol a szigeten, hogy megtanuld a különböző harcművészeti ilyen lépéseket. Nem mondom, a grind nem lesz könnyű, de megéri ahhoz, hogy, hogy megkapd a teljes szamuráj harcművészet képet. Ugye mondtam az elején eznek az egésznek, hogy ugye mi nyugatiak a szamurájokról felnézünk rájuk, teljesen a legendájuk nagyon kiválóan fel van építve, ugyebár, de azért a, a, valóság nem annyira e, szép, mint ahogy benne van a filmekben. Ugye sokszor azt hittük, a, a, szamurájukat filmekben mindenhol uramnak szólítják, ugye lord és a többi, és azt nézzük, hogy a köznép e, ugye nagyon mély tisztelettel bánt ehhez a kis elit, ezzel a kis elit réteggel, amit szamurájoknak nevezünk, de a valóság közel sem volt ennyire. A szamurájok nem feltétlenül voltak egy elit réteg. Na most tény is való, hogy egy elit rétegből jöttek, de nem feltétlenül uraságok voltak, ugyanakkor uraságokat szolgáltak. De egy adott korszakban, Japánban a szamurájok tették ki a 10%-át a populációnak, amiből három és fél 4 százalék nő volt. Tudjátok mit? A női szamurájok ebben a játékban tök jó vannak reprezentálva. Legalábbis az egyik fő, karakter, fő mellék karakter uh, kiválóan van reprezentálva, mint harcos, és nagyon jól Kiemeli azon kontrasztot a játék, hogy hogyan harcolna egy nő versus hogyan harcolna egy férfi szamurája, és a játékban te, mint karakter, úgy gondolom, hogy mind a kettőt, ö, mind a két szempontot közelítheted meg, mert rajtad áll, mert rajtad áll. Nem fogom elmondani, mi ez mind a két szempont, de. Ö, Merem kimondani azt, hogy az egyik oldal lenne az, ahogy egy nő harcolna, és a másik oldal lenne az, ahogy egy férfi harcolna, és, és úgy tűnik logikusnak ebből a szempontból. Ugyanakkor tetszik, hogy benne van azon kultúra része, hogy a tiszteletét teszik az idősebbeknek és ugye az idősebb szamurájukat a játékban úgy ábrázolják, mint valami legendás harcosok, akikre igenis érdemes hallgatni. Ugyanakkor a valóság igen érdekes volt, hogyha már itt járunk, és hát a 21. században élünk, most már ideje a fejünket kihúzni a homokból, de ha tudtátok, hanem nem, képzeljétek el, hogy a szamuráj kultúrában és főleg akkoriban, amikor a szamuráik kitették a legnagyobb részét a populáció, a 10%-át a japán populációnak, és konkrétan a közép alkották meg, a közép és felső közép alkották meg Japánban, Képzétek el, nagyon-nagyon gyakori volt a homoszexualitás főleg mester és tanítvány között már-már annyira gyakori volt, hogy egy teljesen elfogadott folyamat lett, és azon fiatal tanítvány, aki nem részesült ilyen adományban, az, az még igazából még szégyelhette is magát, hogy, hogy ebben még nem részesült, hogy a mestere nem vitte ágyba. Szóval, ja, és teljesen elfogadott dolog volt igazából annyira, hogy még egy nevet is kapott, és úgy nevezték el, hogy vagyis a a fiatalok útja. E, érdekes, na most lehet, hogy leromboltam egy-két embernek a szamurályokról való nézetét. Ő, már ha eljutottál eddig a videóval, hashtag macskabugyi, ha eljutottál emezzen információig, és akkor tudom, hogy meglepődtél. De ja, így állunk, és nem ők lennének az első kultúra, ugye? a spártaiaknál is ugyanezen módszer, mester és tanítvány néha megjárta az egész dolgot, és nem a spártaiak lennének az egyetlen ilyen kultúra, akik ezt csináltak, rengeteg kisebb törzsekben, hogy úgy mondva, a fiatal harcos, az idősebb harcos magváért, magjáért folyamodott ahhoz, hogy sikeres legyen a vadászatba, éké leszabta az idősebb vadászt a siker érdekében. Szóval, ja, mi emberek furcsák vagyunk, azt kell, hogy mondjam, de ilyenek vagyunk, és kész. Most, hogy remélhetőleg némi érdekességgel tudtam szolgálni a japánról, a japán kultúrá szamurájukról és kultúrájukról, <kül> végszóként annyit mondanék, hogy a Ghost of Tsushima egy jó játék, és meg fog maradni egy gyöngyszemként, a PS4-es érában, és egy kiváló lezárása ennek az érá, érának. Én nagyon várom a PS5-ös érát, és az abban érkező játékokat többek között a Horizon Zero Dawn második részét folytatását, és még egy-két igen érdekes játék fog látni napvilágot, amire már nagyon kíváncsi vagyok. Főleg azért, mert nagyon jó kis történetvezérelte játékok lesznek. De a Ghost of Tsushima és a Last of Us 2 uh, számomra egy jó lezárása ennek a korszaknak. Srácok, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, igen, dobjél lájkot, like iratkozz fel, uh, csatlakozz a Discord szerverünk, az mindenhez link videó leírásában, csengőjelecskére nyom rá, hogy kapj értesítést a videókról. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!